Kedves barátaim, itt a mögöttem levő zenepavilonban hosszú-hosszú éveken keresztül összejöttünk, és megünnepeltük március 15-ét egy közös 48 körös futással. Idén máshogy alakul a helyzet. Bár gyönyörű idő lesz, és a szívünk az ünneplőben van, mégis azt kell, hogy mondjam, maradjunk otthon. Miért mondom ezt? Szabad sportolni, de nem szabad nekünk szembe menni azokkal a rendkívül fontos népegészségügyi, járványügyi döntésekkel, melyet most kormányunk vészhelyzet formájában megfogalmazott. Óriási a felelősségünk, és a személyes felelősségünk óriási. Nincs még egyetlen egy kimutatott járvány koronavírussal fertőzött beteg Somogy megyében. Ennek ellenére lehet közöttünk olyan ember, aki már hordozza a vírust, és egyetlen esélyünk ezen a csúnya korral szemben a megelőzés. Ennek érdekében mindenkit arra kérek, otthon ünnepeljen, fusson, kerékpározzon, ússzon, töltsük föl együtt a megtett kilométereket, tudjuk, hogy egymáshoz tartozunk, és hogyha találkozunk egymással futás közben, ezt a jelet mutassuk, hiszen együtt tartozunk, nem kell egymással pacsit fogni, nem kell egymásnak pacsit adni. Ezzel a jellel jelezzük, hogy igen, együtt vagyunk, veletek vagyunk. Mindenkinek jó egészséget, találkozzunk jövőre egy boldog március 15-i futáson itt a Zenepavilonban.